Köszöntöm a hallgatókat, ez a Spirit FM 92.9, benne pedig a hárman párban mai vendégem, Polyák Lila, énekesnő, színésznő és anya, és másik vendégem Simon Kornél, énekes, színész, rendező és apa. Legnagyobb betűkkel. Kezdjük igen. Aktualitásokkal, meg pedig azzal, hogy Lila, mennyire változik az életed ilyenkor, mikor a párod teljes könyvpihenőre ül egy sarokba pár hétre, pár hónapban. Hát most az elmúlt egy hét az annyira hisztérikus és hektikus volt, hogy igazából nem de konkrétan megkérdeztem az előbb, hogy milyen nap van, mert nem vagyok még meg. Hát nekem a biztos sok helyen megjelent, nem akartam különösképpen nagy dobra verni, de hát a nagyfiam az most 3 napja repült el Amerikába, és elkezdte az egyetemet Amerikában, és hát Máté pedig nagyon jó érzékkel pont az utolsó napra időzítette ezt a darabos bokatörést, ami... Letört a bokája. Igen. Nem tudtam, bocsánat. Igen. Egy papucs, ami ilyen kavicsos talajon. De vicces módon mindezt a kerek születésnapja ünneplése közben sikerült abszolválni, és ugye 250 kilót felemel minden további nélkül, de a murva és a gumipapucs az megtette a hatását, úgyhogy megcsúszott a lába, és aláfordult, és egyébként olyan erős a szalag, azt mondták a dokik, hogy ezért a szalag nem szakadt, hanem letörte a csontot a helyéről, úgyhogy hát hét csavar, meg egy fémlap, ezzel gazdagodtunk. Meg egy férj, aki otthon fekszik most 6 hétig felpolcolt lábbal, és közben nekem be kellett fejezni a bőröndök csomagolását, a becsekolást, és hajnali 3-kor indultunk a reptérre a nagyfiammal, közben ugye sírás-rívás, ami kell természetesen, és a műtét napján én közben folyamatosan hotline-ba voltam, mert természetesen egy ilyen út, az először életébe repült Zsombor egyedül, nem hogy ekkora utat, hanem egyáltalán. Ami megtörténhetett, az megtörtént, benragadt a tranzitban, majdnem lekéste az átszállást, utána kiderült, hogy a hiába van bepecsételve a tanulói vízum, kérik az iskolai igazolásokat arról, hogy ő tényleg fel van, vagy tényleg oda megy. Mindezt Franciaországban kérték, de előtte feladatták velünk a kézipódjász, amiben ez benne volt. Akkor ezt még kimagyarázta. Valahogy felszállt a bostoni járatra, ott leszállt, ott megint nem volt, mert ugyanígy kérték tőle a papírokat, de még mindig keringett valahol a bőrönt kiadónál, úgyhogy külön kivették a sorból, bevitték kihallgatásra egy kis szobába, ahol megint csak kidumálta magát szuperül, majd aztán kiderült, hogy az egyik bőrönje nem érkezett meg, úgyhogy mondtam neki, hogy ez tök jó, mert most, hogy ott vagy, igazából most már mindent végigcsináltál, amit egy ilyen repülőutó végig lehet, úgyhogy innen már csak felfelé. Abszolút. Első bevétele megvan, ha ebből novellát ír kint. Hát, akkor az meg is van. Abszolút, ebből filmet lehetne forgatni. Igen, és eközben mindezt úgy telefonáltam le, hogy közben éppen a frissen műtött férjet a tolószékből raktam vissza a kocsiba, úgyhogy ez jó köreink voltak mostanában. Elég kemény vagy azért. Akkor most átvetted az otthoni feladatokat teljes mértékben. Hát édesanyám nagyon sokat segít, aki ugye majd szeretné ezt meghallgatni közben, miközben otthon segít. Hát azt reméltük, hogy most már csak egy gyerek van otthon, tehát egy fele kell koncentrálni, és könnyebb lesz, de most Máté megoldotta azért, hogy ne legyen annyira egyszerű, úgyhogy édesanyám nem mentesül egyelőre, de hát csináljuk meg. Ha jól tudom, akkor a fiad tenisz. Igen, egy költözött ki. Teniszezik versenyszinten most már több mint 10 éve, és hát nem voltak olyan nemzetközi eredményei, hogy ez egy teljes ösztöndíjat érjen, azt tudtuk, viszont egy részleges ösztöndíjat el tudott nyerni vele, viszont nagyon keményen oda tette a tanulmányi eredményeit, és a kettőből összejött egy olyan kombinált ösztöndíj, hogy egy teljes ösztöndíjat kapott ide a Colby Sawyer University-be, és New Londonban van, Bostontól nem messze. Tök jó. Nagyon jó. Reméljük, hogy jól fognak is sikerülni. Aktualitásokat tekintve, Kornél, nálatok egy közös darab van most ugye a feleségeddel. Igen. Már egyszer volt 2015-ben, és nekem nagyon tetszett egy fogalom, ebből induljunk ki, irányító középpályások vagytok mind a ketten. Hát igazából a helyzet az irányító középpályás az én vagyok. A feleségem... Nem azt mondom, hogy ösztönös művész, de mert az is egyébként, meg tudatos művész is, de
Hú, hogy fogalmazom ezt úgy, hogy... hogy ő is meghallgathatja. Hát persze, persze. De hát mondjuk ebben az adásban speciál abszolút ő viszi a prímet. Ezt tulajdonképpen tavaly mutattuk be. Tehát ez 2021-es bemutató, májusban volt a bemutató, és gyorsan le is játszottunk belőle 6 előadást a Gólem Színházban, illetve a Lovasúton. Gyere, most lesz szeptember. Ez az Üvegfal. Ez az Üvegfal című könyv. Dobrai Sarolt a könyvéből készült szöveg színházi előadás. Ez tulajdonképpen a könyv, és így a darab is egy bántalmazó, leginkább mentálisan, vagy pszichológiailag bántalmazó kapcsolat történetét meséli el. Két szemszögből, egy férfi Péter és egy nő Léna szemszögéből, gyakorlatilag két párhuzamos monológ. Adekvát is egyértelmű lenne, hogy én vagyok a férfi és a Dorka a nő, de nem így van. Tulajdonképpen Sós Attila rendezte az előadást, és szerintem nagyon ügyesen és nagyon rafináltan stilizálva van az előadásban, tehát stilizáltan jelenik meg az a térnyerése a férfinak, ami gyakorlatilag a kapcsolatban is, amiről maga a darab beszél. Tehát én egy darabig csöndben üldögélek, kutyogott a szintikkel, meg elpöngetek, elgitározgatok, aztán szépen lassan beteszem a lábamat az első repedésbe, az ajtórésen, vagy nyílásba az ajtórésen, kinyílik az ajtó, és szép lassan eluralom a színpadot, tehát gyakorlatilag nagyon sokáig Dorka, beszél egyedül, aztán utána jövök én. Az újdonság erejében ugye a zeneszerző is te voltál. Így van, pontosan. Én magam vagyok a dolog. Ez egy régi álom volt? Ez nagyon régi álom. Ez nagyon régi álom volt, és az első gondolata Dorkának az, ez az adekvát megoldás lett volna, hogy ketten párhuzamosan egy férfi, egy nő, mondja a nő részét, én mondom a férfi részét, én föllapoztam a könyvet, és az első 10 oldalt annyira hátborzongatóan arcátlannak éreztem, férfi szemszögből, egy megcsalás történetével indít ugyanis a könyv, és férfi mi voltomban éreztem magamat, vagy éreztem ezt az egészet megdöbbentően megalázónak, és azt mondtam, én ezzel nem szeretnék foglalkozni. Egyébként azt mondják, hogy ez általános válasz a férfiak részéről, azok, akik kézbe veszik a könyvet, a 90%-a így reagál először. Aztán, de nem adta föl, Dorka nem az a fajta, aki csak hogy könnyen feladja a dolgokat, ezt sem adta föl, szépen olvasgatta, készülgetett az előadásra, aztán ez csak azt mondta, hogy mi lenne, hogyha zeneszerzőként működnék benne közre. És akkor berobbant valami, ugye ez a ugye stóba, okos, ugye, 33 évet érvelgetett álom, és azt mondtam, na, akkor ide a könyvvel elolvasom. És akkor elolvastam, és akkor már tulajdonképpen most egy picit úgy érzem, hogy hát kár, hogy nem úgy alakult, ahogy alakult, mert akár olvashatnám én is végig a férfi szerepet csinálhatnám, de szerintem egy ilyen... Ezt nem lehet most már visszacsinálni, átcsinálni? Át lehetne csinálni, de azt gondolom, hogy sok idő és sok ennek. Tehát ennek most már van egy ilyen kialakult formája, és amit az előbb említettem, hogy maga az előadás gyakorlatilag stilizatíve benne van ez a motívum, hogy a férfi így szép lassan így behálózza, bekeríti, leuralja a nőt. Igen. Szerepeltek Lila most ugye a lábtöréssel, az Amerikába utazás, most a bulvár is. Nem olvasok ilyet, úgyhogy nem tudom, hogy szerepelünk, de gondoltam, hogy biztos, igen. Egyszer mondtál egy olyan mondatot, hogy amikor szeretnénk szerepelni, akkor nem szereplünk a bulvárban, mert akkor túl rendben van minden. Amikor meg nem akarunk szerepelni, akkor meg ugye kíváncsiak. Most melyik időszakotokat élik? Szerintem ezt 10 éve mondhattam, és azóta valahogy folyamatosan szerepelünk, és azóta folyamatosan nem szeretnék, úgyhogy ez most már így átváltozott. Hát sajnos azt hiszem, hogy mióta egyébként ugye nem azzal szerepelünk, hogy most már 7 éve vagyok együtt Mátéval, és azóta sikerült egy olyan szépen rendezni egy válást, ahogy szerintem, tehát példamutató, ha már ez kell, hogy történjen, tényleg példamutató, ahogy mi Zsolttal vagyunk, ahogy a gyerekeink vannak, ez megint nem érdekes, pedig ez erről érdemes lenne beszélni, de hogy sikeresen szerelembe estem egy nálam fiatalabb férfival, és hát hál' Isten az a csoda, hogy ez nem fog változni, tehát ez a korkülönbség, ez mindig ugyanannyi lesz, úgyhogy erről mindig lehet beszélni, és ez mindig újra érdekes tud lenni. Ezáltal valahogy így nagyon érdekes lettem, amit nem tudtam 25 év pályán eltöltött idővel elérni, úgyhogy így szuper, hogy mindig tudok, ha nem is újat mutatni, de ez nagyon-nagyon érdekes valamiért, el tudom mondani. Igen, az volt a legviccesebb, amikor a Covid alatt felhívtak és megkérdezték, hogy és hogy élitek meg a Covid alatt ezt a korkülönbséget. Arra gondoltam, hogy felkeltem egyik reggel, túl sok időm volt, ránéztem, és azt mondom, hogy te
Jézus, ott ennyi idős vagy? És most szólsz? Vagy mi volt az elképzelés? Hogy éljük meg, hát ahogy egyébként. Istenem. De, jó, hát ilyen vélemények vannak. Egyébként a médiába bekerülni sokféleképpen lehet, ha akkor én neked azt mondom, hogy szív, sűrít, gyújt, kipufog. Akkor mi jut ez? Mert akkor volt egy ilyen hatalmas felfutás, ugye ez nem véletlen. Volt, igen. Hát volt ez a televíziós műsor, amiben volt alkalmam szerepelni. Ez ugye... Ez ilyen megtervezett volt? Ez elmondottad, hogy ettől a kortól el fogok vállalni bizonyos. Vagy így jött, és azt mondtad, hogy jó, ez a felkérés, ez még oké. Én azt hiszem utóbbi, tehát hogy nem volt bennem ilyen, alapvetően biztos észrevettétek, hogy én nem vagyok egy ilyen média arc, vagy szóval, volt, majd persze vannak ilyen kísérleteim. Azt csinálod, szóval, amit szeretsz. De hogy általában, igen, tehát hogy sosem volt bennem ez a szenzációhajhászás, vagy a hírességhajhászás se volt, vagy hírhetséghajhászás se volt, sosem a sajátom, úgyhogy nem volt ez emögött egy ilyen koncepció. Érkezett egy ilyen felkérés, és nyilvánvalóan hosszan gondolkodtam rajta, sőt, tanácsokat kértem, megkérdeztem embereket, és akkor azt mondták, hogy ez a műsor, amik nem tudom, lehet-e mondani a nevét, lehet, vagy nem, mert lehet. Persze, ez a Nagy Duett című műsor volt pár évvel ezelőtt, és olvasott, ismert, intelligens, világlátott ember barátai mondták azt, hogy például ez az adott valaki, aki ezt a tanácsot adta, hogy vállaljam el, hogy ő mindig megnézi. Mert egész egyszerűen az ismerősi köréből olyan helyzetbe került emberek, olyan arcukat tudják megmutatni, vagy került terítékre, amit egyébként feltettek az életben semmilyen más körülmények között nem sikerülne látni belőlük. És azt mondtam, oké, hát szóval ez egy külön entitás a televízión belül, az adott televízión belül. Igen, egyébként, de az ilyen műsorokból azt jó elvállalni, ha az ember valami értelmes produktumot tehet le. Tehát én is azokat szeretem, és az van egy-két ilyen. És még akár, ha főzős műsorról beszélünk is, vagy van még ilyen éneklős egy pár, azokat sokkal jobban szeretem, mint a kukacevőseket. Abszolút. Szerencsés helyzetben vagy, mert ugye neked vannak saját dalaid, amit többször elmondtad, hogy ez ilyen önző, de tulajdonképpen önmegvalósító dolgok. Egyre inkább egyébként, igen. Tehát ez a Fióknak készül. Hát persze, nem nagyon tudunk de ezt miért érzed így? Hát, mert a rádióban nem lehet bejutni. Én azzal a fajtasággal, ami én vagyok, nem vagyok elég trendi szerintem, és nem igazán érdeklem a rádiókat, és úgy meg nagyon nehéz egy olyan hallgatói kört támadni, meg elérni. Biztos lehetne más online formákat keresni, ahhoz meg béna vagyok, úgyhogy igazából ez így be is zárult ez a kör. Úgyhogy csináltam most tavaly is egy új dalt, és mivel már ez a második, ami tényleg a Fióknak készült, pedig szerintem szuper, és az előző is az volt pár éve, még egy 8-10 éve még lejátszott dalaimat a rádiók, de ez már a mai világban teljesen kevéssé jön össze, úgyhogy azt hiszem, hogy ez most így be is fejeztem ezt a dalgyártást. Lehet, hogy az a probléma, hogy nem úgy, hogy ez nem volt az a címe, hogy Úristen. Tehát egy ilyen felütés, ne csak most viccelek. Én imádom, én azt éneklem otthon, tehát én egyébként nyitott vagyok rá, és nem akarok ilyen kétségbeesett lenni, hogy kétségbeesetten 20 évesnek tűnni, vagy kétségbeesetten szerintem trendi dalokat csinálni, amit mindenki röhög, hogy a szerencsétlen Nyuger így képzeli a trendit, hanem én azt szeretném csinálni, ami nekem tetszik, és amiről én azt gondolom, hogy jó, és hogyha ez talál utat, akkor talál, ha meg nem, akkor így jártunk. Mindkettőtöknél ugye vannak gyermekek. Bizony. Kezdjük a legelején. Nem, mert csak mondtad, hogy 20 éves koromban, és hogy kezdjük a legelején. Ugye neked volt, Kornél, egyszer egy elejtett mondatot, hogy Szegeden a C-osztályba kerültél, ami tehát a teljes igen. Mit szól, hogy reagálnád le, ha mondjuk a fiad kerülne egy ilyen osztályba, és azt mondod, hogy... Úristen, azt nem tudom meg. Azt elképzelni. Tehát berakják oda, mert te is jó tanuló voltál. Na, hát nem ez volt a paraméter. Hát az volt a C-osztály, az volt a probléma, ugye akkor költöztünk Szegedre, és a szülőm mindenképpen, hát kicsit nehéz helyzetben voltak egy teljesen ismeretlen városban. Egyébként egy meglehetősen jó általános iskolából, egy énekzenetagozó, az Ádám Jenő énekzenetagozós általános iskolából, Kazincbarczi Károlyról költöztünk Szegedre. Ott volt a körzeti általános iskola, ugye a körzeti általános iskolában, hogyha oda költözöl, és ott lesz a lakcímed, akkor a körzetileg, tehát a körzeti általános iskolában
akár 40-nek is föl kell venni. Tehát, hogy ott gyakorlatilag kötelesség fölvenni. És tényleg ez is lett volna a helyzet. Azt hiszem 40. diákként kerülhettem volna be az 5. osztályba. Bármelyik osztályba. Ezt a szüleim nem szerették volna, és próbáltak nekem keresni egy iskolát. És akkor úgy tűnt, hogy ez a bizonyos iskola, itt két tagozat is volt, angol és tesi tagozat. És akkor, hogy valamelyik esetleg jó lehet. Hát nem voltam egy nagyon sportos alkat, ha jól emlékszem, a 800 méteres síkfutással is komoly problémáim voltak. Angolul tanultam ugyan, de akkor nem ütöttem meg azt a szintet, ők ugye harmadik óta tanultak kiemelt óraszámban angolt, tehát én annyira nem tudtam akkor angolul, és akkor maradt ott kicsit egy pillanatig, ott lebegtem a levegőbe, és akkor mondták, hogy de hát ott van a C osztály, volt a C meg a B. Volt az A, ugye ez volt az angol, a B a sima, a C szintén sima, és volt a T a tesisek. És akkor hát jó, akkor tényleg az utolsó pillanatban, tehát nyáron költöztünk, tehát az volt, hogy holnap után iskolába kell járni. És akkor a szüleim mondták, hogy oké, hát akkor legyen a C. És hát mint kiderült, a C gyakorlatilag egy ilyen gyűjtő tégely volt, ahova leginkább az osztály ismétlésre kötelezett diákokat tették össze. Tehát mondhatnám, hogy ez a bukottak osztálya volt, futottak még osztály volt. Volt olyan osztálytársam, 5. volt, 16 éves volt, gyakorlatilag borotválkozott. Kicsit örkényes. Tehát, hogy kicsit örkényes, ült a hátsó sorban, nem mondom lehet a nevét. Lehet, hogy a 40. helyen jobban értem? Lehet. És ült a hátsó sorban, és angyalian mosolygott. És hát a rajzolgatott a füzetébe, serkent a bajuszkája. Tehát, hogy egy ilyen egészen... Rágyújtott, és az... Nem, volt olyan az óra közben az egyik csávó, így átkiabáltak így a padok között, és az egyik csávó egyszer megunta, és így fölállt, elment a tanári pad előtt, a tanári megpróbálta elkapni, így kitépte magát, odament, és így elkezdte ütni a... Tehát, hogy én tényleg nagyon durva hely volt. És gyakorlatilag egy ilyen művészeti iskolából, tehát énekzenetagozat, és klarinét, és kórus, és mint csak bekerülni ebbe a húsz darálóba. Voltam ez 12 éves. Ez most a legrosszabb kor. És tényleg borzasztó, tehát hajtóvadászat volt. És én meg nagyon-nagyon, na mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó tanuló voltam. Tehát, hogy tényleg nem ilyen stréber, hanem hogy egyszerűen iszonyatosan jól fogott az agyam. És hogy valahogy ez eleve az új gyereknek lenni 12 éves korban egy új iskolában, az maga a pokol, akkor is, hogyha vagány vagy, akkor is kiközösítenek. Hát még így, hogy így a képességeid mondjuk az osztály színvonala fölött van mondjuk egy ilyen kilométerrel. Szóval, hogy tényleg borzasztó volt, és hát nyilván a szüleim is kicsit kétségbe esve, ők is újvárosba, tehát hogy ők is egy tök új munkahely, új kollégák, mindent nulláról kezdeni. Nagyon, nagyon furcsa és nagyon kitett helyzetben voltunk, és akkor egyszer elintéztek, hogy talán menjek át a B osztályba, hogy talán ott egy kicsit jobb lesz, és tényleg ismertem is a B-seket, és azt gondoltam, ez volt év közepén, hogy Jézus ereje, most elkezdeni az egészet előről, a B osztályban. Tehát újra ökölhalt, tehát ökölhalt, a tesi öltöző. És az nem jött szóba, hogy másik volt, iskolába? Hogy... Na, de hát itt jött aztán a fiúkóros, itt segített megint a művészet, és Nemes Éva tanárnő, akinek életem végéig hálás leszek. És ezt általában is el is szoktam mondani, ha mondhatom, ugyanis fiúkórusos voltam, és elmeséltem, hát ugye így ilyen kvázi tyúkanyóként az így kérdezgett, hogy kivel mi van, meg így hogy vagyunk, a kórusvezető tanárnőnk, és így mondtam, hogy általában mik szoktak történni, akkor mondta, hogy ez képtelenség, én nem maradhatok abban az iskolában, és el kijárta, hogy engem átvegyenek 6-tól egy másik általános iskolába. Ez egy év volt az életedben. Egy év volt, az masszív. Tehát azért nem mondom, hogy ebből ébredek néha ilyen rémálmokból, de azért megvannak a képek, ahogy így rohanok az iskola udvaron, meg szóval... Egy év gyomros. Az iskoláról... Igen, tényleg gyomros, tehát hogy volt. Iskoláról nagyon, tehát az a baj, hogyha belemegyünk, arról én is hosszasan tudok de beszélni. De attól félek, hogyha a gyerekem ilyen helyzetbe kerülne, én nem tudom, lehet, tudom, hogy ezt ilyen, szóval nem civilizált ezt így bevallani, de néha vannak olyan helyzetek, amikor azt érzem, hogy konkrétan ölni tudnék. Tehát, hogy ha valami olyan hátrányos megkülönböztetés, vagy olyan helyzet, hátrányos megkülönböztetés éri a gyereket, vagy olyan helyzetbe kerül, amin látom, hogy mármint, hogy rajta, hogy ő esetleg ettől labilisnak érzi magát, vagy károsodik, vagy bármi esetleg. Komoly pusztító düh kerekedik és föl és iszonyatosan oda kell figyelni, mert nagyon gyorsan kialakulnak olyan pszichés törések, amit aztán utána sokkal tovább tart orvosolni, tehát mi is olyanokat csináltunk végig az elmúlt években, hogy... Ti is váltottatok iskolát, nem? Bizony, ilyen. Igen. És annak mindig... mi volt az oka? Hát Jöfjön. Nagyjából hasonló oka volt, csak itt fura módon a tanári oldalról jött egy olyan folyamatos ízatos, és erről sem nagyon beszélgettem, de most van az a pont, hogy végre
Tavaly volt 8-as, a gyerek ezt már egy magániskolában fejezte be, és sikerült egy olyan központit írni, egy olyan felvételit csinálni, és olyan pontszámot vinni, hogy végre most azt érzem először, hogy jó helyen van, ha ezeket úgy lehet mondani, hogy éppen hol van, vagy mit csinál. Most a Poliban, a közgazdasági politechnikumban fogja kezdeni a 9. osztályt, és ettől nagyon boldog vagyok. Hát ezt szomorúan jelentem, hogy nem azért, mert annyi kidobni való pénzem, vagy nem tudom hova tenni, de már a felvételi lapra csak alapítványiskolákat írtunk be. A legerősebbeket, de szinte csak azt, mert van jó élményem a közoktatással, mert a nagyfiam egy nagyon cuki kis gimnáziumban érettségizett, de sokkal több a rossz élményem, és én nem mertem kitenni ezt a kisebb gyereket ennek, úgyhogy egyszerűen nagyon, az elmúlt 4 év az tényleg egy ilyen álmokfutás volt, mire odáig eljutottunk, hogy azt érzem most szeptembertől, hogy most jó helyen lesz, és most rendben lesz, és most ott van, ahol lennie kell. Hát a magánelő szó, vagy előtag, az felértékelődött, ugye, bármilyen tesszük, ugye, magánoktatás, magánkorában. Lassan ez, ha pusztán annyit jelent, hogy még bemennek a tanárok. De igen, akkor... azt tudom, Lila, hogy te tanítottál is tavaly előtt egy 3 éves, vagy 3 évig egy osztályt. Ja, igen. Ez megy még? Te ezt folytatod? Hát a Magyar Színháznak a stúdiójában, ami egy nagyon-nagyon régi és jó nevű stúdió, és hát ilyen művészek kerülnek ki onnan, mint Kornél barátunk. A Szente Vajkal indítottunk egy zenés osztályt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon tanulságos és nagyon izgalmas vállalkozás volt. Én mindig azt gondoltam, hogy nem annyira szeretnék tanítani, vagy nem annyira fűlik a fogam még a tanítani, vagy túl sok még a dolgom ahhoz, hogy tanítsak. Hát ez így is van. De ennek ellenére nagyon, nagyon izgalmas volt. Iszonyatosan fárasztó, de rengeteget tanultam, és én azt gondolom, hogy egyébként miközben én tanultam magamról is a gyerekek által, meg arról is, hogy kell ezt az egészet csinálni, azért sikerült is valamit átadni nekik. Nagyon szépen helytállnak azóta ezek a srácok így a pályán. Van, aki azóta már felvételt nyert az egyetemre, illetve pályán vannak, szerepeket játszanak, de azért a 3 év után azt éreztem, hogy ezt így most így állandóra nem tudnám, vagy nem akarnám csinálni, de azt láttam, hogy nem itt van a vége ennek, tehát biztos fogok én még ilyesmit valamilyen módon csinálni, de most így a következő osztályt nem éreztem, hogy nagy lendületből elindítanám. Kornél 2012-ben azt mondtad, hogy néha még bizonytalan vagy magadban, hogy erre a pályára, hogy jó választottál le, hogy nem pszichológus lettél, hát, alapvetően. Igen. Ez azóta is benned van, vagy ez már teljesen levetkőzted? És már biztos vagyok benne, hogy mást kellett volna csinálni. Jó ez. Én azt hiszem... Én is örülök, hogy ez igen, voltak éppen ezt azért... Igen, az időről időre fölröppen az a kérdés, és... abban biztos vagyok, hogy nem vagyok alkalmas tudományos pályára szerintem. Tehát, hogy az a fajta szisztematikusság az annyira nincs bennem, vagy a rendszerkövetés. Vagy az ez azért, ami kiderült a Csernus interjúból, ez a fajta könnyedség és lustaság és egyéb kategóriák igen, miatt. Igen, azt hiszem, igen. Kényelmesség. Igen. Illetve az van, hogy én borzasztóan tudok következetes lenni, és kitartó és szívós, de kizárólag abban a dologban, ami mondjuk 100%-ig érdekel. Tehát ami és az is csak egy darabig? Nem, azok általában, az igen színuszosan, szóval általában kicsit így elalszik, vagy akkor az van, hogy Jézusom, mi van velem, nem akarok annyira, így nem tudom, csoda. És akkor ez csak így felébred, megint történik valami plusz motiváció. És azt gondolom, hogy ez most már így kb. Így az élet felén, vagy delelőjén, vagy ezt most már mondhatom, hogy kb. Így a színház az, ami ilyen nyilván a családom elsősorban, bocsánat, kicsit megütöttem a mikrofont közben, szóval elsősorban a családom, másodszorban a színház és a zene, bár ezek inkább ilyen szimultán vannak egymás mellett. Szóval, hogy ezekben a dolgokban tudok kitartó és következetes lenni, és szívós, és motivált, és érdeklődő, és az összes többiben pedig szerintem csak ilyen rőzsetűszerűen. Nagyobb gyermekedet érdekli a színház? Bocsánat, csak így... Azt eszembe, hogy szerintem így, hogyha megnézegeted azokat, akik a pályán vagy a pálya közelénben vannak, alapvetően ez a monotónia tűrési képességnek a hiánya az, ami valahogy mindenkit erre sodor, mert nagyjából ezt így nem csak magamról tudnám elmondani, hanem szerintem nagyon sok kollégámról, hogy iszonyatosan tudunk dolgozni valamiért, amit tetszik, vagy amit szeretünk, vagy amiben hiszünk, de onnantól kezdve, hogy nem,
az jön egy teljes nihil és lustaság és érdektelenség. És felejtsd el, a monotóniát nem hozza előtérbe, vagy nem erősíti föl az a fajta gyárjelleg, amit mondjuk a napi sorozatok, vagy heti sorozatok adnak, és amiben dolgoztok. És mert egy színház az mindig hogy... imprós. Hát igen, bár mondjuk szinte azt gondolom, hogy a színház is tud egy idő után unalmassá válni, azt gondolom mondjuk egy ilyen 10 előadásos sorozat után. Pont egy napi sorozat mondjuk minden, csak nem monoton, amikor a szöveget napról napra elég hát rakják, ott, és 20 jelentet kell felni. Igen, ott inkább valami ott más kihívásokkal. Ott szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy általában egy napi sorozatban, de mondjuk mondhatjuk, hogy a heti sorozatra is egyre kevesebb idő és pénz van, de ugye a pénz, az idő pénz, tehát hogy ha kevesebb a pénz, akkor a következésképpen kevesebb az idő. Én szerintem ott az a legnagyobb kihívás azzal megbirkózni, vagy azt tudomásul venni, hogy bizonyos kérdésekben muszáj kompromisszumot kötni. Mm-hmm. Tehát egy, sokkal jobban fel kell készülni, mint egy film forgatásra, azt gondolom. Sokkal készebb színészként, sokkal készebb szereppel vagy koncepcióval kell érkezni, és azt gondolom, hogy a rendező is hálás azért, hogyha valaki valami fajta kész megoldás, egy probléma kész megoldásával, vagy egy figura félig megteremtett változatával jelentkezik a forgatáson. Másrészt azt kell tudomásul venni, hogy van olyan, hogy tovább kell lapozni, hogy ez a jelenet lehetne jobb, meg lehetne kicsit mozgatni, lehetne egy kicsit innen is fölvehetnénk, meg még mehetne egy kört a kamera, meg még egyszer meg tudnám csinálni, mert sokkal jobb lenne, és ezt el kell engedni. Szerintem ez a kihívás egy forgatás. Hát ott mindig az a kérdés, hogy mennyit bír az ember abból elviselni, hogy a mennyiség és a minőség milyen kompromisszumban, vagy mennyire megy egyik a másiknak a rovására, mert azért ott ugye teljesíteni kell iszonyatos nagy mennyiségű jelentet naponta, és ez mindenképpen visz el a minőségből, és azt, hogy te ezt lelkileg hova tudod tenni, és hogy tudod feldolgozni, illetve mennyire tudsz ellene dolgozni, hogy mégse látszon annyira ez a minőségromlás. Hát meg a saját örömödet fönntartani, közben azt mondani, hogy ez nem lett olyan jó, de ugye nem hagyni elcsüggedni magadat, hogy kompromisszum hátán, és akkor azt mondod, hogy hát így már nincs is kedvem az egészet. Mert közben azért maximalisták vagyunk, az is biztos, hogy hozzátartozik, meg szerintem mi ebbe hasonlítunk is, és azt nagyon nehéz, a saját maximalizmusodból még annyit lejjebb engedni, hogy megbocsájtónak lenni azokkal a hibákkal, vagy azokkal a középszerűbb megoldásokkal, amit kénytelen vagy alkalmazni, mert annyi idő volt rá, és abból úgy tovább menni, hogy nem baj, mert csinálok még 3 olyan jót, amitől az egész majd egy olyan megítélés alá kerül, hogy egy olyan minőségű lesz, hogy már én is azt mondom, hogy oké, a mai nap is pipa, és akkor jöhet a következő. Minden pozitívumát és negatívumát a szakmának egybevéve, volt már olyan, hogy bármelyik gyermekötök azt mondta volna, hogy én is színész akarok, vagy én szeretnék, vagy hogy ez a szakma vonza? Hát Somika, az minden kétséget kizáróan színész lesz. Tehát, sőt, hát ő színésznek született tulajdonképpen, tehát hogy a pályát találta meg őt, vagy hogy mondjam, tehát hogy csak időkérdése volt, hogy ez föl fog bukkani. Tehát ez két éves korában nyilvánvaló volt, hogy amikor persze nyilván egy gyerek alapvetően tehát játszik, és hogy ez a fajta beleélés, vagy átélés, vagy átlényegülés más dolgokká, ez egy gyerek esetében teljesen törvényszerű és egyértelmű. És minden kétséget kizáróan így csattintásszerűen működik. Azért a Somika extra volt már egészen pici korában. És a nagymama, vagy anyósom, vagy hát a Dorka anyukája, Kővári Katalin, aki ugye maga is színház és rádiós rendező volt, illetve most is az, csak kevesebbet dolgozik már, szerintem az első pillanatban mondta, hogy fú, gyerekek, nagyon oda kell figyelni, mert hogyha nem vigyáztok, és hát vigyáztunk, meg minden, de jó, azért eljött egy-két előadásra, nem vigyáztunk eleget. Egyébként én nem bánom. Én szeretem a szakmámat, szerintem ez egy csodálatos hivatás, az összeset persze, de tehát hogy a színészet. Én azt remélem, hogy a nagyobbik fiú, vagyis Somika, köszönhetően annak, hogy a német iskolába jár, és köszönhetően annak, hogy gyakorlatilag anyanyelvi szinten beszél németül, esetleg nem csak a hazánk határain belül, hanem azon kívül is belekóstolhat ebbe a tevékenységbe. Például egy jó abasóval. Ne csak most így. Állatok, Lila? Mindig próbáltam úgy nevelni a gyerekeimet, hogy ne irányítsam azt, hogy ők mire vágynak, vagy mit szeretnének, hanem támogassam azt, amit éppen szeretnének, mert azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy találják meg a boldogságukat az életben, és se pro, se kontra nem akartam, hogy legyél te minden áron színész, de hogy nehogy legyél színész. De azért örültem, amikor másfele is nyitogatták a szárnyaikat, tehát a zene mindegyiknek az életében nagyon korán jelen volt, és az
annak örültem, hogy nagyon muzikálisak mind a ketten, és ez gyorsan kiderült. A kicsinél szerintem iszonyatosan látszanak ilyen jelek, hogy neki ehhez nagyon komoly affinitása van a pályához, de annyi minden érdekli, zeneszerzés, rendezés, hogy az, hogy melyik részén fog helyet foglalni, vagy hogy aztán valami egészen más csinál-e, mert azért az intellektusa egy picit túlmutat az, hogy mindenáron ezt a pályát válaszza, de benne van a lehetőség, azt mindig láttuk, kipróbálta már magát, ő turnézott velem, annak idején a Szépség és a Szörnyetek, egyébként németül. Wow. És így úgy, hogy ő viszont egy betűt nem beszélt németül, úgy akcentusmentesen beállt 2 hét alatt a csorbiba, hogy mindenki így nézett, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Tehát őnek a képességei megvannak, aztán, hogy a vágyai majd merre viszik, az egy dolog. Na most a nagy az, akinél soha egy pillanatra nem vetődött fel, mert ugye őt csak a sport érdekelte, tenisz, és teljesen ő nem akart hallani erről az egész színházról. Én mindig azt éreztem, hogy ő azt látja, hogy a színház az, ami őtől elveszi a szüleit. És ő menne pont egy ilyen tiltakozás volt. Úgyhogy végig csinálta ezt a menetelést ugye az egyetemre, megnyerte az ösztöndíjat, minden megvolt, akkor mi legyen a szak, mert hát ugye az alap volt, hogy egy olyan egyetemre szeretne menni, ahol ő versenyszinten teniszezhet tovább. Ez megvolt, itt ezt megkapta, és akkor jobb hián kiválasztotta a sportbiznisz szakot, mert azzal nagyon nem lehet mellé menni. És még mikor mindez megtörtént, akkor kiderült, hogy 2 hét múlva így beközölte, hogy hát ő azon gondolkodik, hogy ő lehet, hogy színész lenne. Ez mindez 18 évesen, úgyhogy egy betűt nem hallottam erről addig, és ő ilyen egyébként, hogy semmi, egy ilyen... Minden. Igen, és egyik napra mellett az ütőt is egyszer megfogta, nem látott soha előtt, és ott nem engedte el többet. Ez volt a tenisszel is. Úgyhogy én ismerem ezt a fajtaságát, mondtam, hogy figyelj, most nagyon furcsákat érzek, és azt jobb, hogyha legalább így kartávolságon kívülre mész, de mondta, hogy nem, semmi baj, boldog az egyetemmel, szuper, menni akar, megcsinálja ezt a diplomát, minden. Az a nagyon menő ugye Amerikában, hogy van egy major szak, egy főszak, ami a sportbiznisz adott esetben, és minorba, mellékszaknak olyat, azt veszel föl mellé, amit akarsz. Úgyhogy rákerestünk, hogy mik vannak az egyetemen, és van performing arts. Wow. Úgyhogy ő ezt a sportbizniszt így körbepakolta ilyen színházi alapgyakorlattal, meg filmesztétikával, meg mindenfajta művészi mellékszakokkal, és csinált egy ilyen nagyon fura kombót, mondtam, hogy tessék, akkor most ott van a lehetőség, próbálgass, nézd meg, hogy tök hülye vagy-e hozzá, vagy tényleg van valami affin, aztán majd akkor majd cserélsz, változz, de have fun. Úgyhogy én most így széttárt karokkal várom, hogy majd még mi lesz ebből. Milliós nézettséggel látjuk majd a YouTube-on, ahogy az első teniszpantomin kialakul, és iszonyatos, egy magyar fiú megváltja a világot. Így. Egyébként mások, mint te voltál, Lilla, mert te többször elmondtad azt, hogy gyermekkorodban neked kevés barátod volt. Tehát, hogy így nem volt sok. Tehát, hogy nagyon megválogattad. Hogy mikre emlékszel? Tök jó, hogy én nem emlékszem ezekre a mondataimra. Nagyon-nagyon különböző a két fiú. Mind a kettő csodálatos szerintem, de nagyon-nagyon különböző személyiségűek. És például Zsombor, a nagy, ő egy sokkal zárkózottabb emberke volt, és mostanra annyira kinyílt, olyan könnyen köt kapcsolatot, és olyan könnyen kommunikál. Én annyira féltettem ettől az egész amerikai úttól, és az utolsó 2 évben oda is megérkezett, és ő mondta nekem, hogy rendben leszek, jó leszek, minden oké lesz. Ugye felvételizni is Skype-on kellett, úgy beszélt az edzőkkel, hogy én amikor így hallottam kint, hogy ez az én fiam, akiről én azt hittem, hogy zárkózott. Olyan szinten, hogy szerelmes vagyok a fiamban. Mindig szerelmes vagyok a fiaim, ez így normális. De olyan szinten kommunikál jól, és olyan szinten köt gyorsan és könnyen kapcsolatokat, hogy teljesen pozitív értelemben kifordult önmagából. A kicsi viszont most éppen ugye egy 15 évesen pont éppen zárkózik befele, ő meg egy nagyon-nagyon nyitott srác, aki most egy kicsit így magára húzta ezt a sündisznó jelmezt, de szerintem azon gyorsan átszaladunk, úgyhogy neki, azt hiszem, hogy sok barátjuk lehetne, de válogatósak, és azt nem bánom. Tehát, hogy az igazi barátok, azokból egy pár van az életükben, de szerintem nem is kell több, és hogyha nagyon sok van, akkor azért az ott valami huncutság az van. Kornél, te azt mondtad, hogy a mindenfajta kommunikáció, mindenfajta
kontaktálódás az egyben egy ilyen kis stressz, kis stressz, stressz is. Igen. Igen, tehát ugye de... a majom példáját mondtad, hogy a 7-20-ra. Igen. Ezt még mindig így vallod? Tehát, hogy ez hát nem vallom, ez pszichológiai tény, de hát én a kérdés az, hogy ez ki mennyire tud ezzel megbirkózni. Hát én kevésbé szerintem, de mondjuk nagyon igyekszem, meg talán egy picit... Meg konfliktus kerülő is vagy, tehát inkább egy ilyen... Hogy lehet hát, például... Hát én nem úgy is. Azért ez így, lehet, hogy ezt mondtam magamról valamikor. Nem, azt hiszem, hogy... Nekem ez így kérdéses volt, mert ha rendezel, ott nem lehet konfliktus. Nem, ott nem lehet konfliktus. Nem lehet. Nem, ott muszáj bizonyos konfliktusokat. Én mindig azt látom a kormányon, beleállni, hogy beleáll. Hogy igen. Nekem az a bajom a konfliktusokkal, hogy, és ez a tanulási folyamat, azt hiszem az életem, a nagy tanulási folyamat az életben, de és nem csak a hivatásomban, hanem otthon is, meg egyáltalán bármiféle emberi relációban, ez a, hát ez a indulatkezelési zrik. Tehát, hogy én... Önmagadnál vagy akivel? Nem, én önmagamnál, abszolút. Tehát, hogy a saját emóciója, tehát, hogy nagyon vulkánszerűen tud. Tehát, hogy mondjuk a nem tetszésemet nagyon sokáig tudom magammal tartani, és aztán ez csak nagyon vulkánszerűen tud kitörni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a tanulási folyamat, hogy nem kell eljutni a falig, amikor már nincs úgy visszaút, hogy azt mondani, hogy tehát akkor, amikor nem lehet parlamentárisan fogalmazni a másikkal, hanem csak is üvöltve, vagy magas célben, hogy amikor először elindul mondjuk egy ilyen folyamat, akkor ezt felfedezni, hogy itt valami van, és mondjuk azt a megfelelő időben verbalizálni. Én közléssel ráadásul, ami nagyon fontos, tehát hogy nem egy ilyen szentenciát mondani, vagy ítéletet, vagy tehát egy ilyen kognitív kiértékelés folyamat, hanem azt mondani, hogy én ettől rosszul érzem magamat, vagy én ettől feszült vagyok, azt kommunikálni, ami az ember ő maga. Ezt hívják ugye én közlésre. És Győrben ebben partnerek, hiszen a legtöbb rendezésen az, hogy... Hát Győrben ott történt egy kis pitty-putty, nevezetesen egy igazgatóváltás, és... Kisipoljuk? Nem. Hát az a helyzet az, hogy itt van, nem is tudom mennyi, 5 vagy 6 év masszív jelenlét után végülis az új igazgató nem tartott igényt a szolgálataimra, vagy hogy mondjam, az én szakmai közreműködésemre, dacára annak, hogy egyébként a legutoljára, amikor Győrben voltam, még mindig futott egy előadásom ott, de mindegy, fájtlat rá. Aha. Tehát, hogy egyébként azt gondolom, hogy viszont az az 5 vagy 6 év, amit ott eltöltöttem, az nekem paradicsomi volt. Tehát, hogy nekem ez így tényleg egy bizonyos ideig második otthonom volt Győr. És azt gondolom, hogy ha van társulat, akivel így sikerült hangot találni, vagy ahol tényleg, így befészkeltem magamat, és ahol egy ilyen igazi alkotóközösség volt, a munkáimban, akkor az a győri társulat volt. Nem azt mondom, hogy a többi társulatban, vagy kvázi társulatban nem találom meg, vagy nincs kreativitás, vagy nincs, mert mondhatnám most a legutolsó, az Egyedül nem megy, és egy nagyon kreatív, és nagyon pezsgő és izgalmas dolog volt, de Győrben volt valami olyan plusz, talán attól, hogy nem főváros, talán attól, hogy senki nem rohan a próba után el, hanem mindenki ott van, és meg lehet beszélni. Talán az, hogy este a büfében előadás után még lehet folytatni, még lehet beszélni. Ez a 80-as évek Pestje, nem? Hát mikor még nem volt internet, mikor még beültek a művészkávéhoz. Vidéken még mindig kicsit lassabb. Igen, picit lassabb. Nincs nagyon, nem azt mondom, hogy nincs más, nyilván vidéken is van más élet a színházon kívül. Nem sajnálják az idejüket. Így van. Pontosan. Nem arra, hogy a X oldalt nézze meg a Facebookon, hanem leül és egy órát még kávézik. És még lehet kávézni, így van. Meg lehet vacsorázni a színészbüfében, közben meginni egy sört, és elbeszélgetni arról, hogy milyen volt a legutolsó előadás, hogy mit fogunk holnap csinálni. Szóval ez nagyon más, nagyon koncentrált munka. Azt hiszem, hogy ez Budapesten ez nagyon nagy a rohanás ez, hogy ez így legyen. Legalábbis azokban a színházakban, ahol én dolgozom. Nyilván én hosszú ideje nem vagyok társulati tag. Aha. Lilla, te szeretsz néha teljesen új rendezővel dolgozni, ugye kiderült az István a király nálott, ugye első rendezés volt, ha jól tudom, a hölgynek, vagy nem? Dehogyis, hát Székely Kriszta nagyon komolyakat rendezett. Ő már rendezett? Na, akkor nem, akkor talán az operetben az első. Az operetben volt az első. Igen. A katonában is meg. Az operetben volt az első neki. Igen. Hát... Kriszta fantasztikus élmény volt természetesen, és hát szerintem minden színésznek az a jobb, minél több fajta rendezővel
dolgozhat együtt, és mindig új impulzusok érik, és ezáltal új dolgokat fedezhet fel magáról, és szerintem nem is szabadna engedni azt, hogy legyenek olyan színészek, akik csak egy emberrel dolgoznak, mert azok egy idő után nem tudnak senki másra. Nem volt bakancs lista soha a rendezés, vagy te nem érezted magad? Na, az nem. Az, nem? Az az egy, ami... igen, mert olyan sokszor beszélgetek olyanokkal, akik így átmennek a túloldalra, és mindig megvizsgálom magamban, hogy de jó, hogy egyáltalán nem akarok rendezni, de én szeretem, hogyha engem rendeznek. És azt is szeretem, hogyha úgy rendeznek, az nagyon... Hát nagyon-nagyon kevés ilyen élményem van, de mostanában azért volt egy pár, és remélem, hogy még lesz is. Tehát szeretem... Szeretek irányítva lenni bizonyos szintig. Szeretem, hogyha egy rendező tudja, hogy mit akar, és én megfelelhetek neki, és teljesíthetek, és akkor érzem, hogy megvannak azok a keretek, amiken belül én nyugodtan elkezdhetek terebélyesedni. Viszont, hogyha cserébe utána a rendező érzi azt, hogy mikor kell engem szabadjára hagyni, mikor lerakta azokat a cölöpöket, amin én már állok, és elkezdhetek magamból fogalmazni, és azt is hagyja, akkor abból a végére nagyon-nagyon jó tud kisülni. Kettő nagyon rossz út van. Az egyik, amikor a rendezőnek fogalma is, hogy mit akar, és akkor messze csináld, és akkor én is így elveszek, hogy most melyik irányba kell indulni. A másik meg, amikor ilyen bábozás van, és ide menj, oda menj, és majd én azt tudom, és nem csinálhatsz semmit magadtól, és mindenfélében volt már részem, de azért, azért jó is akadt mostanában, és például most azért tavaly csináltunk Szente Vajkal egy olyan Elizabeth-et Kecskeméten, amire nagyon büszke vagyok, és ha már a vidéki színházról, meg a vidéki létezésről beszélünk, akkor nekem a Kecskeméti Társulat volt egy ugyanilyen csodálatos élmény, és szeretnék még sok ilyen élményt majd szeretem. Visszaugunk a színészethez, azt tudom, Kornél, hogy nálad volt olyan, amikor 130-as púzussal ültél például a agyeldobás volt egy olyan darab. Ja, igen. És van olyan bármifajta kabala, vagy bármifajta olyan rigója, amit megteszel előadás előtt, hogy lenyugodj, vagy mint ahogy mondok, van, a vízilabda kapus beugrik előre, átkopogtatja a vízilabda kapunak a fájt, és akkor megnyugszik. És akkor ő miért a működés. Hát előadás előtt színészként várjuk csak a plüssállat. Nem, igen. Az előadás előtt hát én maximum bebeszélni szoktam. Azért az egy ilyen dolog, ami valóban kicsit, mint a Nadalnak az orpiszkálás, vagy nem tudom, pólóhúzogatás, hogy tudom, hogy akkor az így rendben lesz. Vannak bizonyos előadások. Sőt, azt hiszem, hogy inkább minden előadás. Régen ebből nagyon-nagyon-nagyon nagy. Régen 4 órára jártam a színházba, 1 órát melegítettem, akkor csináltam egy ilyen rövid edzést, bebeszéltem, átvettem az összes szöveget, és utána kezdtem így fölhúzni magamat az előadásra. Nagyon-nagyon lelkiismeretes színész. Ami nagyon durva, ráadásul prózában, igen. Mert ugye mindig a prózai színészeket irigyeljük a zenés színházból, mert nekünk az, amikor 5-re kell lenni, beénekelni, a smink, maszk is sokkal több időt vesz igénybe, de általában a prózai színészek 7:30-re járnak be. Igen. Ehhez képest a 4 óra azért elég. Nagyon-nagyon komolyan vettem ezt az egészet. Most is komolyan veszem, csak azt hiszem, hogy bizonyos ilyen vadhajtásokat lenyisszantottam. Szóval például már nem csak végig ilyen edzést előadás előtt, de bebeszélni beszoktam. Szóval ilyen 10 perc. Rendezőként egész más. Rendezőként, hát premier előtt van egy ilyen szertartásom. túl azon, hogy persze mindenkit körbe köpködünk ilyenkor, ugye, meg a pöpöpö és a kéz- és lábtörést, illetve egy kárpát-medencényi vagy kínai éves termését kívánok egymásnak ugye fekháliából. Én végig szoktam olyan furi erről beszélni. Most már elkezdtem, most már mondjam. Én végig szoktam simogatni a jelmezeket, a díszleteket, és mindegy, oda szoktam nekik sugni, hogy ügyes legyen, segítsél szépen a színészeknek. Ügyes. Ez marha nehéz lehet egyébként, mert nincs ráhatása. Tehát egy kontrollfreak embernek mondjuk rendezni, és aztán azt mondani, hogy kötessék. Igen. Ez nagyon... Ez így, igen. Te, aki egyébként még a színpadon jelenet közben is hajlamos. Eszembe jutott nekem is nem olyan régen. Lila, neked van bármifajta babona, vagy bármifajta előadás előtt? Vagy? Igazából nekem ilyen
próbaidőszakos beidegződéseim vannak, például, hogy teát iszom, vagy mondjuk általában kávét iszom mindig, de... Van olyan előadás, amit mondjuk úgy próbáltam be, hogy fájt a torkom próbaidőszak alatt, és akkor mézes teát ittam, akkor utána azt csak mézes teával tudom csinálni ezt az előadást. Ilyen hülyeségek vannak, de... Az agy. De meg hogy úgy állt-e be, hogy magamat sminkelem, vagy hogy a sminkes fest-e. És bár mind a kettő működik, és van mondjuk az operációházban smink szekció, ahova be lehet ülni, de ha én magamat kezdtem el sminkelni, akkor én oda nem ülök be többet, viszont hogyha ők festettek ki, akkor nem tudom kifesteni magam. Az összes többi előadás régen. Tehát ilyen furaságok vannak, de plusz állatszorongatás, meg ilyesmi, az nekem sincs. Zseniális. Lassan beszélgetésünk végére érünk, én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Elment ez a hosszabb beszélgetés. Gyorsan. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én azt kívánom, így nézőként, hallgatóként és élvezőjeként az, amit mondok, adjatok és szórakoztassatok minél többet, és ezt kapjátok meg vissza megbecsülésként. Rendezésileg, színészileg, bármilyen szóval legyen ne csak fióknak szóló dal, én nekem ez egy nagyon fontos, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Találkozunk jövő héten, ugyanígy a hárman párban. Köszönjük.